Hello, sziasztok! Na, megint eltelt egy hét, újra kert. Na, irány. Itt a banán fürt, ami az újévi virágból lett. Nem tudom, hogy így lehet-e látni, de a banán az nem úgy növekszik és érik be, mint egy alma, hogy szépen, simán, egyenletesen. Nem, dudorai vannak. Dudorok nőnek rajta, és hát össze-vissza nőnek ezek a dudorok, addig, hogy el nem érik a megfelelő nagyságot, és akkor szépen összeolvadnak, és kisimul a banán felszíne, és akkor elkezd sárgulni. Hogy mekkora egy banán fürt, azt én a... Hogy nevezzem ezeket az újakat egy csoportba? Tenyerek. Na, például ez a banán fürt itt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilyen tenyérből áll. A legerősebb növényem eddig egy 7 tenyeres banánfürt volt. Az, hogy mennyire erős egy növény, mennyire izmos, hogy úgy mond, azt a törzséről lehet megállapítani, ha a lábáról, mondjuk úgy a talpáról. Az minél erősebb, minél vastagabb, annál nagyobb banánfürtöt fog a növény teremni. Érdekesség, hogy ugye mivel mindig ide hozzuk a maradékot a konyháról, tehát rengeteg mulcsot és tápanyagot kapnak a növények, ráadásul én is adok egy kis plusz trágyát nekik, itt lett egy elég durva banán. Nem tudom, hogy látszik-e, de szóval ez úgy igazán kemény. Szerintem így ekkora banántörzs még nem volt, úgyhogy van remény rá, hogy egy 8 tenyeres fürtöt hoz. Nem tudom, látszik-e ott fönt, ott látszik a levélnél, ottan, hogy egy ilyen kampó van az új hajtás tetején, az azt jelenti, hogy nem sokára hozza a virágfürtöt. Hát, hajrá, hajrá! Na, tovább, ennyit a banánokról. Ha, a kert! Még nagyobb, még tisztább, még szebb. Majd csak lassan. Szerintem ugyan kétharmadát már sikerült úgy, ahogy megszelídíteni. Tehát idő kell ehhez. Na, haladjunk sorba. Hát igen, tényleg a legnagyobb gondom, ami volt, ugye. Olyan hetünk volt, hogy rengeteg eső esett. Dolgozni se tudtam annyira jól, mint gondoltam, de a lényeg az, hogy olyankor eliszaposodik valamennyire a talajom. És a kicsike növények, azok ezt utálják. Tehát a picike, még éppen, hogy erősödő növénykék, azok olyankor leállnak, és várják, hogy újra levegő kerüljön a földbe. Az a helyzet, hogy meg kell csinálnom a csatornázást, ami eredetileg volt itt minden sornál, hát csak idővel ugye az eső bemosta, elkoptak, eltűntek, gyakorlatilag egybeolvadtak a gyalogjárdákkal. Hát itt még úgy látható, sejthető, tehát, hogy így ugye jobbról-balról csatorna volt, és középen a járda. Ezt mind újra kell csinálnom, mert azért elég mély csatornáknak köszönhetően gyorsabban leszivárog a víz ezekből a termesztős dombokból. Ha már itt vagyunk, paradicsom. Kezdjük a paradicsommal. Jó, nagyot nőttek. Ezek már úgy elég nagy növények ahhoz, hogy ne zavarja őket a sok eső, és ráadásul ez itt egy nagyon jó szakasz a kertemnek, jófajta talaj van alatta. Itt már olyan sok szerves anyagot ide hordtam, hogy gyakorlatilag illatra is, állagra is első osztályú virágföld minőségű talaj van így alattuk. Hát ezt meg is hálálják, ugye, tényleg nagyon, nagyon szépek. Már van rajtuk apró virágbimbó, úgyhogy valahol egy 7-10 nap, és kezdődik a virágzás rendesen. Szóval ahol erősek voltak, ottan nagyon szépen nőttek, minden gond nélkül, megvan a lendület. Ahol kisebbek voltak, ugye, halleluja, a iszapnak köszönhetően ott szépen befékeztek.
Mert hiába, kicsi még a gyökere nem kezdi el használni azokat az előnyöket itt, amiket a mulcs rejt, hogy így alá tud a mulcs alá gyökerezni, és akkor ott levegőt kap. Azt egy bizonyos kor után kezdi csinálni, és akkor addig így befékez, ha nagy az eső. Ugyanezt történt a paprikákkal is, amelyek hát ugye el vannak különben szépek, egészségesek. Hozzák a középső levelet, de várakoznak. Láthatóan nem tetszik nekik ez, hogy sár van. És ugye ők is majd akkor indulnak be, hogyha már a gyökerek elkezdenek bekúszni a mulcs alá. De hát ő még picike. Ilyet megcsinál. Na, megyünk tovább. Közben nézem, hány perce megy a videó. Á, még van időm. Itt majd a dinnyék jönnek, egy kis fészek már van. Látszik a levelén, hogy dinnye. Aztán van itt egy másik fészek is. Ezek ilyen sötét héjúak, tehát nem csíkosak. Nem tudom, mennyire jó ötlet, mert ha sok lesz az eső, ezek a sötét héjúak hajlamosak szétrepedni. Na mindegy, a következőkben jön inkább csíkos, aztán majd esetleg megint egy sötét héjú, mert az nagyon finom ízű. Lassan. Ó, tényleg, ha-ha! Szoppi, szoppi, szoppi. Nos! Hát ugye én ilyenekben nevelgetem a kis palántákat. És hát találtam fönt egy ugyanilyen műanyagot, és pont olyan föld volt benne, amilyen a paradicsomnak kell. Örültem is neki, hurrá, nem kell kevernem földet. Mindjárt bele is vetettem a magvakat, szuper. Hát, azt nem vettem észre, hogy az egy olyan volt, amelyiknek nincs kifúrva az alja. Tehát úgy észre se vettem, mert épp abban az egy-két napban nem volt eső, tehát éppen, hogy kikeltek, jövök ki, nézem, víz alatt van az összes növényem. Ó, a francba. Na, úgyhogy kiszedegettem gyorsan őket a víz alól, beleültettem a földbe. Túl korai, olyan aprón még, hogy csak sziklevelei vannak, nincsen egy-két normál levele, az nem okos ötlet. Tehát ki is pusztult, szerintem fele, de az is lehet, hogy 60%-a. Ha, szóval egy generáció paradicsommal csúszok. Közben már elvetettem gyorsan a következőt. Úgyhogy majd folytatom. Hát igen, nem gondoltam. Francba ezeknek a ilyen vödrök aljából készített keltetőim, hát ezek szinte mind ki vannak luggatva. De hát jó, most ráfutottam a nem lukasra. Na most hát vannak, amelyek szépen megfogták, aztán nincs, aztán nincs, aztán nincs, aztán megint van egy, ami megfogta. Másik felén ott van, hogy egymás után is jönnek, amelyek jók, és akkor egyszer csak megint van kettő, három, ahol nincs. Nem lehet ilyen picikén kiültetni, nem lehet, ráadásul szerintem már kezdtek fulladni a gyökerei a víz alatt, tehát rossz gyökerű, nagyon apró növények, hát azok itten így. Már elnézést, de kifinganak. Hát ez a sor itten azért szépen haladt. Nem úgy, ahogy a másik, de hát ez kifogta az esős hetet. De úgy látom rajtuk, hogy erősek. Szóval azért úgy nagyjából durván van egy és fél sor paradicsomom, ami körülbelül 100 tő. És úgy gondoltam, jó lenne egy 250 tő belőle. Úgyhogy lesz vagy három sor paradicsom. Négy sor paradicsom, igen. Mert egy sorban megy 60-70. Na, tovább. Retek. Hát a retek az nő, mint a gomba. Na, biztos látni már itt, hogy ott van a kis, már lassan 2 centi átmérőjű retek. Gyakorlatilag a jövő héten azt már felszedhetném, mint hónapos retek, de ez nem hónapos retek. Ja, biztos jó szuttyók a körmeim, meg az ujjaim, hát elnézést, kertészkedek. Igyekszem nem sokat mutogatni itt, hogy elroncsom az étvágyatokat. Na, a retek után raktam paprikát, ugyanezt ezt a nagy testű ide a trópusokra igazán jó lenne, óriási.
kaliforniai típusút. Hát, esős idő volt, szépen lefékeztek. Ez itt nem paprika, az ott a paprika. Aha. Na, hát majd várok vele. Szerintem, ha lesz egy-két napos nap, és eljut addig, hogy a negyedik levelét kihozza, akkor onnantól kezdve boom, elkezd nőni. Most leállítom itt a videót, mert lejárt a 10 perc, ezt újra kezdem. Mert 10 percnél hosszabbat nem kellene vele fölvenni. Na, akkor stopp. Ha, újra itt. Mennyi paprika van itt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Szóval, 7 tő paprika. Után jön újra jégsaláta. Megint ilyen magasított ágyásokban, ez lehet, hogy most jó ötlet volt, mert ahogy esett az eső, legalább nem fulladtak, elég szépen meg is maradtak a palánták. Meglátjuk. Most ezeket nem citromfűvel mulcsoztam alá, hanem ilyen puhább fűvel, frissebb, puhább fűvel, mivel arra jöttem rá, hogy itt van ugye a rukkola saláta, ami elég jól néz ki, de azért látható, hogy vannak egész kicsik közte, akkor van, amelyik már hú, de megindult, szóval szépen egyenetlen. Nekünk jó lesz ez így, de akkor sem tökéletes. És hát kicsit úgy alájuk kotortam kézzel megnézni, hogy mi a helyzet az alámulcsozással, és az tényleg már jó elkorhat, de mivel durva, vastag szerkezetű mulcsot használtam, mind ez itt ugye, ezekből ilyen kötegeket, ezek ahogy elkorhattak, alul ilyen üres, levegős járatok keletkeztek. Tartja úgy a struktúráját ez az egész, és közben meg már tiszta levegő, és ezt nem kedvelik a növények, ráadásul kisüt komolyabban a nap, akkor mindjárt el is hervadnak, mert nem tudnak onnan vizet fölvenni. Úgyhogy, ha legközelebb ilyen alámulcsozást csinálok, akkor az csak finom szénaszerű, vagy éppen nyers, frissen kaszált, ugye nem túl durva fűfélével tehetem, mert az, ahogy bomlik, a fölötte lévő föld az összenyomja, tehát az úgy roskad léjebb a föld, és az úgy rendben van. Akkor kiszorul a levegő, jó érzik magukat a gyökerek. Viszont ilyen durva mulcsal nem jó ötlet. Következő, a jégsaláta, ami alá citromfűvet raktam, ugye alá lett mulcsozva citromfűvel. Ugyanez a probléma áll fönn, ugyanilyen egyenetlen, különben van, ahol már nagyon szép, ugye egészen kedves nagyságú és lassan parésodó saláták vannak, és van, ahol meg egészen aprócska még. Látom a középső levelén, hogy úgy jön, nem sokára robban, mindegyik úgy indulni akar, tehát nem érzik magukat rosszul, de a citromfűről kiderült, hogy mocskosul lassan bomlik. Van ebben logika, hiszen a citromfűnek az olajai azok ugye ilyen antibakteriális, antigomba, eléggé fertőtlenítő hatásúak, elég sok mindent kinyír a talajba, ha azzal öntözi az ember a talajt például. Tehát miért is bomlaná el túl gyorsan? Ez olyan, mint a egyes fafélék, amikben megfelelő enyvek vannak, nagyon lassan bomlanak, mert utálják a baktériumok az ilyen mérgező anyagokat. Tehát lassan bomlik, közben saláta már nőne, nem tud alágyökerezni, nem tud rajta átgyökerezni. Tehát rossz ötlet valójában. Meg vagyok győződve róla, hogy attól még lesz itt saláta, de legközelebb, ha ilyet csinálok, hogy citromfűvel a dezinfekció kedvéi alámulcsozok, akkor azt egy 2-3 héttel előtte kell csinálnom, és vagy egy akár egy hónappal, és amikor már jó megtottyadt az a citromfű, tényleg kezd átalakulni televényé, akkor rá ültetni a kívánt növényt, mondjuk a salátát. Jó, hát ezekkel a növényekkel ugye, amelyek hát úgyis lesz bőle elég, meg nekünk biztos lesz elég, nem akarok piacozni vele ezek, továbbra is kísérletezek, nekem így érdekes, ebből lehet tanulni. A saláta után itt egy darabon majd okra jön. Ez otthon is termeszthető, egyes helyeken termeszgetik is Európában, nálunk Magyarországon nem divatos növény, ugyancsak, hogy hívják, mi is, hibiszkusz féle. Ilyen a feferóni paprikához hasonló alakú gyümölcse van, csak zöld,
és finom az íze, de nyálkás. Szerintem ez a nyálkássága miatt nem maradt meg, nem honosodott meg nálunk, nem divatos. De változatosság kedvéért jöjjön a konyhán. Na, vissza a rukkola salátához. A rukkola saláta szép. Tényleg lehetne már róla csüpegetni, de hát azért még várunk vele. Itt nincs még semmi, következő sorba se semmi, csak így lassan tisztítgatom őket, mert majd jön valami. Aztán itt jön egy sor, ahol ugye banánokat kezdtem ültetni, a nagyon finom Cavendish banánt. Nagyon finom, állítólag van a Cavendishtől finomabb is, csak nehéz őket beszerezni, mert nem magot kell rendeljek, hanem élő növényt. Na mindegy, a Cavendish mindenképpen az egyik finomabbik fajta, és nem sokára ki fog pusztulni, úgyhogy nem sokára boltokba se találtok belőle, mert klónozással szaporítják, és tönkreteszi egy vírus. Csak ilyen kis kerti, hobbi kertészeknek marad majd. Ha-ha! Na, hát itt volt egy palántám, ami kirohadt, és hát így kitéptem a helyéről, erre kiderült, hogy ott a tövénél hoz egy kis rügyet, ami még majd banán lesz, úgyhogy hagyom. Kicsit kihajt egy-két levél, akkor földbe ültetem. Többiek itt vannak, hát ezeknek kell egy pár hét, mire elkezdenek rendesen leveleket hozni. De hát közismert, hogy a banán azért nagyon gyorsan nő, tehát itt megvan már neki a harmadik, negyedik, ötödik levele. Hú, onnantól kezdve repül. Na, mindjárt rám sötétedik. Itt egy sor papaját ültettem. Egy része már körbe van mulcsozva. A banánosba kelnek ugye össze-vissza, ahova kihordjuk az étel maradékot, mintha ezt mondtam a múltkori videókban. És akkor így szépen kiszedtem onnan ezeket a vadon kelegető papajákat, és elültettem. Papajából van hím, és van nő. Egy hím rengeteg nőt tud beporozni, úgyhogy valószínűleg egy csomó felesleges papajafám lesz, de majd... Na, megint megszakadt a fölvétel, mert tele lett ez a kis picsányi vizé memóriakártyám, csak 4 gigabájtos. És ugye, ha sokat állok egy helybe, akkor nem fogyaszt annyi memóriát a videó, nem, mert hát, na mindegy, nem magyarázom miért. De ha mozgásban vagyok, akkor igen. Szóval tele lett a kártyám, visszaberohanhattam a házba, lemásolni a számítógépre, leüríteni a kártyát, és vissza ki a kertbe, de már majdnem, a videón nem látszik, de jóval sötétebb van már. Azt sem tudom hirtelen, hol hagytam most abba az előadásomat. Banán. Valahol a banánnál jártunk. Lehet, nem. Már voltunk a papajánál is. Jó, papaja megvolt, tehát papaja palánták. Egy sor. Szuper. Na, és akkor a szudáni hibiszkusz, vagyis rozella. Nem nagyon nőttek sokat. Különben biztos most nem olyan jó a képminőség, mert már sötét van. De azért elmegy. Jó van. Mondom, ez már 3 levél, hozza a negyediket, onnantól kezdve robbanásban lesz. Ja, sikerült megperzselnem őket. Permeteztem kékkővel, részszulfáttal, bordói lével, és mindegyik növényem hálás volt érte, nagyon szeretik. Ezt meg megperzselte. Úgy tűnik, akkor lehet, hogy a többi hibiszkusz félével is vigyáznom kell. Látszik mindegyiknek a levelén, ott azok a fehéres foltok, azok mind perzselés. De amúgy nőnek. Ja, szerintem okésak. És akkor itten a végére, de jó, az érdekes, hogy ez a pici kamera ennyi fényt összeszed, ilyen... Az én szemem abszolút nem így érzékeli, ahogy a képen látom, de biztos, hogy majd nagy képernyőn már látszódni fog, hogy nem olyan jó minőség. Na, vissza a kertészethez. Itten az utolsó két sor az manióka lesz, másik nevén kasszáva, amit én sütve nagyon szeretek, és nagyon finom, és otthon is termeszthető.
Hát a szaporítás az, a növényekről kell vágni ilyen már vastagabb ágakat, és azokat le kell dugni. Nem tudom, látszik-e már ebbe a fénybe, de ott a hegye az már, az kezd most már hajtani neki. Úgyhogy jövő héten már levelek lesznek rajta. Itt a második. Ezek óriási növények, megnőnek akkorára, mint én vagyok, én meg majd 190 vagyok. És hát odahaza például fagyok előtt kell felszedni, de itten meg lehet ereszteni akár 8-9-10 hónaposra is őket, van aki egy évig, annál nagyobbak a gumók a végén. Hát én is úgy majd 6 hónap után gondoltam elkezdeni felszedni. Na, úgyhogy ennyi. Jövőbeni tervek, további kasszával. Ide nem tudom, hogy ez, ja, ez a sor be van fejezve a rozellával. Nem tudom, papaja elég legyen-e, vagy végigvigyem a soron. Na, valamit rakok oda végére mást. Banánból is 4 van, hát lehet, hogy még egy 5-et lerakok, 6-at. Majd még agyalok rajta. Így nincs igazán betervezve pontosan, mit akarok a kertbe. Édes burgonyát azt biztos. Patlizsán még, ami hiányzik, már elvetettem. Egy-két fűszernövény lehet, és sok-sok paradicsom, és sok-sok paprika. A kert királya és királynője. Mármint a zöldségfélék között. Há, az óriás ananászok így a végére. Nőnek, nőnek, nőnek. Látom én ezeken, hogy valami majd lassan egyszer csak bedurvulnak, és tényleg óriások lesznek. Ó, a feferóni paprikám, ami már szüretelhető. Á, látom, hogy a képen van egy ilyen kicsi homály. Biztos azért, mert sötét van is. Na mindegy. Aztán itt jön a cayenne bors. Nem sokat nőtt az esők miatt, és a Bonda Mandzsák nevű csokoládé habanero. Aztán itt van a kiritkított új rukkola saláta. Ezek még ilyen nagyon aprók. Utána jön ugye a paprika. Ja, tényleg, ők elmaradtak. De jó, este van, elkezdik a virágzást. Hát ő a kolbásztök. A hímvirágok már szépen nyílnak rajta, és biztos, hogy már vannak rajta női virágok is, csak keresgélni kell. Á, itt van egy. Így néz ki. Azok még nem nyílnak, és nálam általában az első női virágok lerohadnak. Valamiért nem termékenyülnek. Valószínűleg úgy van vele a növény, hogy azért még nem olyan nagy, és akkor összeszedi magát, jó nagyra megnő, és akkor kezd el hozni tököket. Ja. Nincs még egy női virág. Na, most így hirtelen nem látok. Na, de egy van. Akkor azt jelenti, hogy nem sokára lesz több is. A kicsike lemaradt tök. De azért növögett meg, mintha mind erősebb és erősebb lenne. Jó, és a babok, amelyeket újra vetettem, két bokrot, nagyon szépen megindultak, nagyon erősen megindultak. Az előbbi babok azok, hát elérte most már itt a drót tetejét, és mintha erősödne, és mintha szépülne különben. És már virágbimbók is vannak rajta, amelyeken hangyák vannak, ami azt jelenti, hogy tetű is van. Szóval jöhet a szappanos permet. És itt a másik, ami egy szerencsétlenebb, gyöngébb, de ugyanúgy nő, és végül is, hát nem mondanám azt, hogy csúnya, de tudom, hogy a bab sokkal nagyobb lendülettel tud nőni itt a trópusokon, mint ezek a példányok. Na jó, most már rendesen sötét van. Szerintem, aha, már most már érezhető a filmen is. Há, ennyi, jó hosszú videó lett, remélem valakinek hasznos. Nekem biztos. Na jó, akkor sziasztok majd egy hét múlva.